Barkuti Jenő pályája nem úgy indult, hogy időskolára könyvet ad majd ki riportjaiból. Műszaki ember volt, s bár etágyban több szakkönyve is megjelent, arra, hogy újságot írjon, sosem gondolt. De a rendszerváltás, ahogy sok ember életében, az övében is gyökeres változást hozott. Egy baráti beszélgetés kapcsán találkozott Ordas Ivánnal. Itt van a Ordas Iván, oda hűjjük le. Na, így ismerkedtem meg az Ordas Ivánnal, és akkor elmondtam, hogy miről van szó, és azt mondja nekem az Iván, hogy hát miért nem írsz újságot? Hát mondom, hogy írnák, mert életemben nem írtam én még újságot, hát most hogy fogják hozzá? Hát azt mondja, mi azzal a probléma? Tudod mit? Ez volt június 12-én, azt hiszem. Írja nekem egy flekket. Tudod, hogy mi az az egy flekk? Mondom, persze tudom, hogy 51 sor 21, vagy 21 sor 51 betűhelyel. Írja nekem egy flekket, megmondom neked, hogy van értelme, vagy nincs értelme. Ez minden további nélkül. Az írás olyan jól sikerült, hogy Ordas a Dátumhoz, a rendszerváltás egyik illusztri sajtóorgánumához irányította. Alap máig az egyetlen vidékről szerkesztett országos sajtóorgánum volt. Riportokat elsősorban, tehát ez volt a kifejezett kérés. A Dátum volt az az újság, ami egyedül még ma is áll ez a dolog, hogy vidékről szerkesztett országos napilap volt. Na most tudni kell ezekről az újságokról, ilyen volt a Dátum, a Kuril, a Reform, a 168 óra, az Új Magyarország, meg vidéken, meg jó egy néhány nap, ezek rendszerváltó újságok voltak. Ezeket az újságokat külföldről finanszírozták. Úgy sejtem, hogy honnan finanszírozták, de ezt nem merem hangosan kimondani, mert nem vagyok benne biztos. Lényeg az, hogy mi nekünk annyit mondták, hogy az amerikai magyarok segítik a magyar rendszerváltozás, aztán most kik voltak benne, kik nem, ezt én nem tudom. Lényeg az, hogy ez az újság addig létezett, amíg szükség volt rá. Közben jött a rendszerváltásnak a különböző bonyodalmai, munkahelyek szűntek meg, emberek kerültek az utcára tömegével. Szekszárdon a húsipari vállalatnak a felszámolásánál hatalmasnak cirkuszok kezdődtek. Volt ez a Güntherféle slége, ugye ki akarták rúgni a munkásokat. A Dátum után Baján írt újságot Barkuti. A rendszerváltás megítélése kettős a mai napig számára. Akkor nem voltunk képbe, hogy mi miért történik. Ma már tudom. Ha azt nézzük, ami az előző rendszerben rossz események voltak, akkor mondhatjuk, hogy ebben voltak pozitív elemek. De azt nézzük, hogy volt annak a úgynevezett szocialista rendszernek, amit emberalatti szocializmusnak mondtak, volt egy olyan vonulata, hogy mindenkinek volt munkája, mindenkinek volt egy biztonságérzete, volt egy kiszámítható jövője. Ha ezt teszem a mérleg másik serpenyőjébe, akkor már nem. A könyv a Még egyszer meg kell halni címet viseli, mely a szerző saját életének egy fontos állomására céloz. De ez a meghalásomnak a története. Tudnék, én kaptam egy szívinfarktust, ami agyinfarktusba ment át és kómába végződött, és már majd, hogy nem a sírásról egyezkedtek. És akkor ebből valami csoda folytán én újra élni kezdtem. Ennek a története van ebből leírva. Amikor úgy feleszméltem, tehát elmúlt az első két hét, és fel tudtam fogni, mi történt velem, és elmondták, hogy még mi történt velem, akkor úgy döntöttem, hogy ezt meg kell írni. Hát ez természetes. Mert ez se következmények nélküli volt ez a meghalás, ez hozzátartozik ez a rendszerváltáshoz. Mert a viszonyok úgy alakultak, hogy én ebbe belekényszerültem, és nagyon sokan voltak, akik ebbe belehaltak. Én nekem valami csoda folytán sikerült innen visszajönni.